Miniszteri interjú. Szijjártó Péter az Európai Bizottság takarékossági programjáról is beszélt televíziónknak. Piaci körkép. A szárazság és az infláció miatt 30%-kal drágább a zöldség és a gyümölcs a piacokon. Itthon-otthon vasárnap délután ökörító főpösre látogatott a megyei értéktalálkozó. Energiaügyi miniszterek uniós csúcs találkozójára utazott kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca vezető hétfő esti 35 perc című műsorunkban a tárgyalásokkal kapcsolatban azt mondta, még mindig nem tisztázott, hogy az Európai Bizottság hogyan képzeli el a tagállamok gázfogyasztásának 15%-os csökkentését. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Szijjártó Péter miniszter hétfőn a Nyírbátori The Elevation jubileumi ünnepségén vett részt, utána adott interjút televíziónknak. Azt mondta, érdemes lenne átgondolni az európai energiaügyi szankciókat is, amelyek most nem annak okoznak gondot, akire kirótták, hanem annak, aki meghozta. 2011 óta működik Nyírbátorban a német repülőgép alkatrészeket gyártó The Elevation Hungary Kft. A cég az energiaválság ellenére bővíti termelését a városban. Most adták át a harmadik gyártócsarnokot, amelyben többek között repülőgépek toalett fülkéit gyártják majd. Szijjártó Péter miniszter azt mondta, mára sokkal erősebbé vált a német és a közép-európai országok gazdasági kapcsolata, mint a korábban jellemző német-francia tengely. Mindenki arról beszél, hogy német-francia tandem van, hát ha ránézünk a számokra, akkor azt látjuk, hogy a közép-európai országok és Németország kereskedelmi forgalma az jóval túlnőtte már a német-francia kereskedelmi forgalmat. Tehát a közép-európai gazdaságok nagy mértékben egy ilyen alapbeszállítói, gyártási, termelési, helyszíni szolgáltatást nyújtanak a német iparnak. Tehát kölcsönösen hatunk egymásra. És ezért nyilván van nekünk nem mindegy, hogy a német gazdaság hogyan teljesít. Ugyanakkor nekünk elsősorban arra kell figyelnünk, hogy az itt működő német vállalatoknak a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk, nem csak a németeknek, hanem mindenkinek, és a saját hazánk, a saját gazdaságunk energiaellátását pedig teljes egészében megoldjuk, ami most nem egy könnyű feladat, tekintettel az európai energiapiac jelenlegi állapotára, ahol már sajnos most nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül az energia, mert horribilis ára van az energiának, de már nem is ez a kérdés. Most, hogy van-e, amit meg lehet venni? Van-e, amit meg lehet venni? Ezért nagyon fontos, hogy mi itt a rendkívül nehéz körülmények közepette is világos kötelességünknek, feladatunknak tartjuk, hogy igenis az ország energiaállátását biztosítani kell. A tárcavezető műsorunkban beszélt arról is, hogy kedden Brüsszelben az energiaügyekért felelős miniszterek találkozójára hivatalos, ahol szándéka szerint tisztázzák azt is, hogy az Európai Bizottság hogyan valósítaná meg a tagállamoktól elvárt 15%-os gázfogyasztás csökkentést. Nem kellett volna a kommunikációs akciókkal átverni az embereket Európában, mert ez történt. Hanem világosan el kellett mondani, hogy mi a helyzet. És most persze próbálják menteni a menthetőt politikailag megint csak az Európai Bizottságban, tehát ez is megint egy kommunikációs akció. Mert egy csomó technikai problémát hoz magával. Tehát azt mondjuk, 15%-kal csökkenteni kell a gázfogyasztást Európában. Jó. De ez mit jelent? Hogy minden országnak ennyivel kell csökkenteni. Jó. Magyarország esetében 15%, vagy bármelyik ország esetében 15%-os csökkentés mit jelent? 15%-a kevesebbet kell mindenkinek, az ipari fogyasztóknak, a lakástulajdonosoknak, a háztulajdonosoknak, vagy valaki megmondja, hogy a 15% az azt jelenti, hogy ennyivel kevesebbet égetheted a villanyt, ennyivel kevesebbet fűthetsz, ennyivel kevesebbet főzhetsz. Hogy fog ez alakulni? Tehát megint belemegyünk egy olyan kizárólag kommunikációs jelentőségű akcióba, aminek a fizikai levezénylése gyakorlatilag a lehetetlennel egyenértékű. Tehát én azt gondolom, hogy inkább az Európai Bizottságnak újabb gázforrások után kéne nézni, új megállapodásokat kellene kötni, és ugye itt megint előjön az a kérdés, hogy persze vannak szankciók, amiknek az eredményességét majd előbb-utóbb majd egyszer meg kell vitatni, de hogy is mondjam, mindenképpen elgondolkodható az, hogy nem abban az országban van energiavészhelyzet, akire kivetettük a szankciókat, hanem nálunk, akik kivetettük a szankciókat. Tehát ez majd egyszer érdemes lesz átgondolni, hogy az jó volt-e, így meg föltétlenül így kellett volna ennek lennie. A cégek és a lakosság részére továbbra is biztosított a földgáz. A miniszter arról beszélt, napokkal ezelőtt egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és a Gazprom vezetőjével a már szerződéssel lekötött mennyiségen felüli földgázkészletek megvásárlásáról.
A szárazság és az energia árak emelkedése miatt jelentősen, akár 30%-kal is drágábban lehet zöldséget és gyümölcsöt vásárolni a piacokon. Legnagyobb a kereslet jelenleg a hazai görög és sárga dinnyék iránt van, de más gyümölcsök is népszerűek. A tavaszi fagy és a nyári vízhiány miatt kevesebb terem a barackfélékből és a szilvából is, ezért komolyabb áresésre a következő hónapokban sem számítanak a nyíregyházi búzatéri piac árusai. Tavaly 300 forint volt, idén 400 forint a sárgarépa kilója, és ez egyes árusok szerint tavaszra elérheti a 600 forintot is. A káposzta tavaly 300 forint volt, most 400. Ha nem esik az eső, nagyon nagy baj lesz, sőt, már baj van, mondják az árusok, akik nem szívesen nyilatkoznak a kamerának. A barackfák virágai a tavaszi hidegben megfagytak, így az árusok arról számoltak be, hogy a fák alig hoztak 10-20%-os termés átlagot. 1000 forintos áron kelnek el a barackok, kevés a kajszi, az őszi barack, valamint a nektarin. A szilvafák 50%-os termést hoztak, a medgy és a cseresznye átlagosnak mondható. Csak arra panaszkodnak az árusok, hogy a nagy hőségben a termés megég a fán. Akik nem öntöznek rendszeresen, azok nehezen tudják megőrizni a termés minőségét. Már árulják a nagy cserkeszi és az új fehértói dinnyéket. A görögöt 300, a sárgát 500 forint körüli kilónkénti áron. Régen lékeltük nagyon sokáig. Most már úgy lehet csak, hogy meg lehet vágni, sterilen le kell zárni, és akkor úgy viszik el csomagolni. A színe elárul minden. A színe meg a hanvassága, lehet, hogy látja is, hogyha ilyen hanvas színű, akkor már az annak a jele, hogy már érett. Érett, kemény, érett legyen a héja, az már azt jelenti, hogy érett a gyümölcs. 37 éve árul mézet ez az árus, kilós és félkilós kiszerelésben, és alig ha nem, ő az egyedüli, akinek a portékája idén olcsóbb, mint tavaly. Mindig a vegyeset viszik, mert olcsóbb, végül is mondjuk is, hogy egészségesebb, mert 6-900 féle virág, annyi féle gyógyítóanyag. És akkor mégis az akácméz a legdrágább. Az akácméznél az, hogy nem ikrásodik, az, hogy más íze van teljesen az akásznak, mint a vegyesnek, és igazából azért hungarikum az akászméz, mert egy kellemes, zamatos, aromás ízű méz. A bellaróza burgonya átlagosan 300 forint, az uborka kilónkénti ára 400 forint, a cukkinié 300. Az árus elmondása szerint nagy a kereslet a salátafélékre, így más megyébe is járnak. Sokan nem vállalkoznak erre, hogy salátákkal foglalkozzanak, de mi nagyon szeretjük, télen is van, akkor ilyen madár saláta, vizitorma, nagyon örülnek a nyíregyháziak neki, hogy van ez, meg hívnak minket más megyébe is, és mindig igyekszünk valami újdonsággal előrukkolni salátafajtákba. Most is lesz majd már a jégnek lesz egy ropogósabb változata, meg a kristály salátának piros fajtája, úgyhogy nagyon örülnek a vásárlók mindig ezeknek az újdonságoknak. 50 forintot emelkedett a kapor és a petrezselyem ára, így egy csomó átlagosan 300 forintba kerül. Az öntözés itt is elengedhetetlen. Be van programozva, hogy ha itt vagyunk, akkor is locsolni kell, főleg egy salátát, azt nagyon nehéz ilyenkor megcsinálni, a salátának olyan 18 fok az optimuma, és ugye néha sajnos ott a barna homok a földünk, ott néha 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. Almát találtunk 590, fokhagymát 2000, vöröshagymát 350 forintért. Népszerű a savmentes paradicsom, a maga 850 forintos ára ellenére is, a karfiol 700, az eller 800 forint. A paprika ára 350-400 forinttól indul. Ökörító Fülpös volt a hétvégi állomása az egész évben zajló Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében programsorozatnak. A megyei érték találkozón a helyi alkotó műhelyek és a fergeteges néptánc együttes mellett meglepetéssel is várták az érdeklődőket. Az ökörító fülpösi hagyományőrző Roma Csillagszem tánccsoport táncosai forrósítják az egyébként sem hűvös nyári délutánt az ökörító fülpösi községháza mögött, ahol hosszú idő után szerveztek ilyen nagyszabású eseményt. A nyár folyamán a megye számos pontján több mint 20 településen tartanak hasonló rendezvényeket. Együtt élünk és összetartozunk. Közösen élünk át szép és nehéz pillanatokat.
különbözőek vagyunk, de van bennünk egy közös pont, hogy magyarok vagyunk, és Ököritól Fülpösön élünk. Valamiért mindannyian szeretünk itt élni. Mindannyiunknak más és más oka van, amiért itt érzi otthon magát. Vannak olyan eredményeink, értékeink és hagyományaink, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. Ezeket őseinktől, dédszüleinktől, nagyszüleinktől örököltük. A zenés táncos produkciók mellett a megyei értéktalálkozókon kiemelten fontos szerepet játszik a gasztronómia. Így volt ez Ököritó Fülpösön is, ahol a gyöngyszem óvoda marhapörköltjét és nokedliét ítélte meg a zsűri a legízletesebbnek. Ez persze nem szegte kedvét a többi csapatnak sem. Ebben az üstben szarvas és őzgulyás főtt, és a baráti társaság elégedett a menüvel. Kolbászos lecsót főztünk, készítettünk, kisebbség önkormányzat besegített még pluszba, mert ugye ennyi roma nemzetet nem lehet el látni annyival, amennyivel kaptunk hozzávalót, ugye a kisebbség önkormányzat még hozzátett. Nem maradhatott ki a mezőnyből a slambusz sem. A futballcsapatban van szakács, zenész, futballista, úgyhogy nekünk könnyű dolgunk van, hogyha van egy buli a csapaton belül, akkor tudunk szakácsot alkalmazni, tudunk zenészt alkalmazni, a szakács pedig itt van, el tudja mondani a receptet. A helyiek külön kérésére a rendezvényen fellépett Szarka László is, akit 12 évvel ezelőtt egy tehetségkutató műsorban ismerhetett meg az ország. Bár azóta számos koncertet adott és produkcióit milliók követik az interneten, Ököritó Fülpösön először lépett fel hivatalosan. Megmondom őszintén, még a falumban nem léptem föl. Hát ez nem tudom, ez ilyen, hogy ez miért történt ez így, azt nem tudom megmondani, de most hál' Istennek kaptam lehetőséget, hogy ebben a stílusban ilyen módon próbáljam megmutatni a falumnak is, hogy mégis hogy éneklek. A megyei közgyűlés elnöke szerint fontos, hogy minden helyi közösség ápolja értékeit. Leginkább persze az ökörítói fergeteges miatt választották a szakemberek ezt a települést, hiszen itt több mint 80 éves néptánc együttes van, akkor igazán, amikor a hagyományőrzés elkezdődött Magyarországon, és ez szinte folyamatos működés feltételez Ököritó Fülpösön. Szeretnénk a települést is, itteniek is arra biztatni, hogy a fergeteget őrizzék meg, komoly megyei értékről van szó, és hát reméljük, hogy ez a nap is hozzájárul ahhoz, hogy identitásukban megerősödjenek, hagyományápolásukban megerősödjenek, és tovább következő évtizedekkel is ezt a hagyományt, a fergeteget, és egyáltalán a helyi közösség összetartását meg tudják őrizni. Az Ököritó Fülpösi Fergeteges Néptánc Együttes 1937 óta foglalkozik a magyar tánczenei hagyományok őrzésével, 2017-ben ünnepelte 80 éves évfordulóját. Ezúttal ajaki, mikepércsi és szatmári táncokat mutattak be. A délután másik sztárvendége a Kokas Banda volt, amelyet táncház, valamint az Érpataki Asszonykórus és a Tiszavirág projekt élő koncertje követett. Szerdától ismét csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Előbbi esetében a beszerzési ár bruttó 21 forinttal csökken, így 697 forintba kerül 1 liter benzin. A gázolaj pedig bruttó 28 forinttal lesz olcsóbb, így 1 liter átlagosan 747 forintba kerül szerdától. Ez a csökkenés a piaci áru gázolajat és a prémium üzemanyagok árát érinti. A hagyományos üzemanyagok esetében továbbra is 480 forintos áron lehet tankolni, a meghosszabbított árstopnak köszönhetően október 1-jéig biztosan. Az NB1B zöld csoportban kezdi a következő idényt a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok az osztályozó tornán a második helyen végeztek, de egy visszalépésnek köszönhetően elindulhatnak a harmadosztályban. A tervek szerint a jövőben is helyi kötődésű játékosok alkotják majd a keretet. Megköszönik a közönség biztatását a Sunshine Nyikse játékosai a feljutásról döntő osztályozó torna utolsó mérkőzését követően. A nyíregyháziak a Budafok mögött a második helyen zártak, így június közepén úgy tűnt, hogy marad a csapat az NB2-ben.
Az NB1-B zöldcsoport mezőnyét alkotó együttesek közül azonban a török bálinti Elite Basket nem nevezett a bajnokságra a július 15-i határidőig, így a szövetség a Szentsen Jiksét kérte fel a megüresedett hely betöltésére. Az egyesület elnöke szerint több éves álom várt valóra. 7 évvel ezelőtt egy fiatal juniorból, úgymond idézőjelben kiöregedett gárdával indult el a csapat, és így indultunk az NB2-ben, még ha jól emlékszem, október-novemberben indultunk el talán, tehát késve adtuk le a nevezést is, és azt befogadták, és talán már második-harmadik évtől olyan sikerek voltak, amely bronzérem, ezüstérem, majd a Final Four-ban való részvétel már tavaly, tehát szépen lassan érezhető volt, hogy a befektetett munka, a befektetett energia, az most már oda azért sodort minket, és oda juttatott minket, és ezzel mikor nyílik lehetőség. Azt mondják egyébként, hogy sokkal nehezebb 50-60 csapat közül feljutni, mint mondjuk már fent az NB1-B zöld csoportjában, adott esetben egy-két csapatot megverve bent maradni. De hát kíváncsian várjuk majd, hogy hogyan sikerül ez a szereplés nekünk. A Sunshine Nyíkse játékos keretét az elmúlt években nyíregyházi vagy a városhoz kötődő kosarasok alkották. Az egyesület a jövőben sem szeretne eltérni ettől az irányvonaltól. Nyilván a játékosoknak is valamivel több és minőségibb edzésre van szükség. Nem kell elfelejteni, hogy a játékosok többségét még mindig vagy tanul, vagy pedig már komolyan dolgozik és családalapításon is túl van. Tehát, hogy ezekkel összeegyeztetni, egy kicsit magasabb vagy több edzést biztosítani, illetve egy-két játékost frissíteni, az egy kihívás. Ugyanakkor az utánpótlás is egy nagyon fontos tényezője az indulásnak, hiszen U20-as csapatot kell üzemeltetni, ezért nyilván számítunk arra, hogy akár egy együttműködés keretében más egyesülettel közreműködve a mi U18-asainkat is felhozva, felerősítve az U20-ba is megálljuk a helyünket, és U20-as játékosokat is tudjunk biztosítani. Többek között a pályán is lenni kell mindig egy U20-as korosztályú játékosnak. Ez tovább nehezíti a feladatot, hiszen őket be kell integrálni egy ilyen minőségű, egy ilyen színvonalú bajnokságba. A zöld csoportban többek között olyan nagymúltú csapatok ellen is pályára lépnek majd a nyíregyháziak, mint a Tiszaújváros, a Bonyhád, a Hódmezővásárhely és a MEAFS Miskolc. A Sunshine Nyíkse augusztus 8-án kezdi el a felkészülést a következő szezonra. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szijjártó Péter miniszter hétfőn a nyírbátori The Elevation jubileumi ünnepségén vett részt, utána adott interjút televíziónknak. Azt mondta, érdemes lenne átgondolni az európai energiaügyi szankciókat is, amelyek most nem annak okoznak gondot, akire kirótták, hanem annak, aki meghozta. A Tárca vezető hétfő esti 35 perc című műsorunkban arról is beszélt, hogy még mindig nem tisztázott, hogy az Európai Bizottság hogyan képzeli el a tagállamok gázfogyasztásának 15%-os csökkentését. A szárazság és az energia árak emelkedése miatt jelentősen akár 30%-kal is drágábban lehet zöldséget és gyümölcsöt vásárolni a piacokon. Legnagyobb a kereslet jelenleg a hazai görög és sárgadinnyék iránt van, de más gyümölcsök is népszerűek. A tavaszi fagy és a nyári vízhiány miatt kevesebb terem a barackfélékből és a szilvából is. Ezért komolyabb áresésre a következő hónapokban sem számítanak a nyíregyházi búzatéri piac árusai. Ökörító fülpös volt a hétvégi állomása az egész évben zajló Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében programsorozatnak. A megyei érték találkozón a helyi alkotó műhelyek és a fergeteges néptánc együttes mellett meglepetéssel is várták az érdeklődőket. Az egyik televíziós tehetségkutatóból megismert Biki Csunáj is fellépett a rendezvényen. Július 26-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb szerda este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kedden éjszaka az előrejelzések szerint borult ég mellett némi csapadék várható, a hőmérséklet 20 és 22 fok között alakul. Szerdára eltűnik az enyhülés és újra kánikula várható. A hőmérséklet elérheti a 31-33 fokot. A hét további részében marad a meleg idő, de a múlt hetihez hasonló kánikula nem lesz. A hőmérséklet 27 és 34 fok között várható.